Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2022. november 15-én kedden, a pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Macska ivartalanítás. Márton nap a százszor szép óvodában. Kis Ádám előadása. A Kóborkamenhely 20 nőstény macska ingyenes ivartalanításának lehetőségét nyerte el egy sikeres pályázatnak köszönhetően. A részletekről Varga Katalin, az egyesület vezetője nyilatkozott. A közösségi oldalon lehet látni, hogy ingyenes macskai vartalanítás lesz. Mit lehet tudni ennek a részleteiről? Igen, ez is egy olyan projekt, amit megpályáztunk és megnyertünk. 300 ezer forintot sikerült a Budapesten működő hangya közösségtől nyernünk, ami 20 nőstény macska ingyenes ivartalanítását fedezi le, és ami nekem nagyon nagy öröm, meg nekünk az egyesület tagjainak főleg, hogy egyre több felelős macskatartó van mezőtúron, ezt köszönjük nekik. Ahogy kitettük, hogy 20 nőstény cicára van ez az ingyenes lehetőség, pillanatok alatt 27-en jelentkeztek. Nyilván én beszéltem a dr. Nagy Leventével, aki a műtéteket végzi, hogy 20-at a hangya közösségnek számlázon, de 10-et mi átvállaltunk, és úgy tűnik, hogy akkor most összesen 30 nőstény macska lesz ivartalanítódva, és ezzel csökkenni fog sajnos az utcára kidobott kis cicáknak a helyzete, mert azért egy-egy nőstény macska egy évbe kétszer-háromszor négy kis cicát a világra hoz, és egyre kevesebb felelős gazda van már ilyen téren, és ez egy nagy segítség, hogy ivartalanítódnak a nőstény cicák, és talán így kevesebb kis cica kerül árva sorra. A százszor szép óvodában is megrendezték a mártonnapi ünnepséget november 10-én. A programon a gyermekek és a szülők közösen énekeltek, mondókáztak lámpásaikkal az óvoda udvarán. A program végén zsíros kenyérrel és teával kínálták őket a dolgozók. A részletekről Róka Iva óvoda vezető nyilatkozott. November 10-én rendezték meg a százszor szép óvodában a Márton napi ünnepséget, illetve műsort. Mit tudhatunk a részletekről, hogyan készültetek a csoportokkal, a gyermekekkel erre a napra, milyen műsort adtatok elő, és miért tartjátok fontosnak, hogy ezt az ünnepet is megrendezzétek a gyermekek számára? Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a Mezőtúri Városi Intézmény százszor szép tagóvodának az udvarán. Sok-sok éves hagyomány az intézményben az, hogy ezen a napon összegyűlünk a szülőkkel, testvérekkel együtt, és megünnepeljük ezt a néphagyományt. Már a héten, illetve a múlt héten folyamatosan készültünk a gyerekekkel. Legelőször a hagyománnyal, a történettel ismertettük meg őket. Ugye a Márton napnak a történetét mutattuk be itt a kicsiknél, nyilván inkább az állat, illetve az állattartás fontosságát, és ahogy nőtt az életkor, úgy egyre jobban a történettel is megismertük őket. Kézműveskedtünk, meséltünk, báboztunk, és a hétnek a csattanója, és ugye a záró motivum ez a tábortűzgyújtás, a libazsíros kenyérevés, illetve az, hogy egy kis műsorral, énekkel készültünk itt az udvaron. A lámpásnak kimondottan nagy szerepe van a gyerekek életében, illetve ugye ennek a hagyományában nagy szeretettel készítették, általában szabad technikával. A kicsiknél ugye ügyeltünk az életkori sajátosságokra, a nagyobbaknál azért egy kicsit bonyolultabb technikára gondoltunk, de mindenki a saját elképzelése szerint tudta ezt a kis lámpást elkészíteni, úgyhogy bízunk benne, hogy a szeretet lángja most egy kicsit felé lett, és egy picit azért már készülve az adventre és a karácsonyra, ezzel a kis hagyománnyal indítjuk ezt az adventi időszakot. Említetted az adventet és a karácsonyi időszakot, így a következő hetekben mivel készültök majd?
magára a lámpásra építve, ezek általában bent maradnak az intézményben, tehát folyamatosan fogunk vele foglalkozni. Ugye a remény, hit, szeretet és béke lángja az, ami ezt alapozza. Ekkor építjük majd az adventi időszakot, és ott kimondottan majd az adventi gyertyára, az adventi koszorúra és ezekre az újrahasznosítható díszekre fogunk építeni. Ott is lesznek szülői programok, nyílt délelőttök, nyílt délutánok, ahova szintén szeretettel várunk majd benneteket. November 10-én Kis Ádám humorista látogatott el hozzánk a Szabadság moziba, ahol a Világ végre című önálló előadásával készült. A helyi közönség láthatóan nagyon várta az eseményt, hiszen teltházzal örvendeztették meg a fellépőt, akit a részletekről az előadás előtt kérdeztünk. A mai napon itt a Szabadság mozi és színházban nem sokára a Kis Ádám fergeteges műsorára kerül sor. Mit tudhatunk a mai előadásodról, mivel készültél? Ma a Világ végre című önálló estemmel érkeztem a kedves mezőtúri közönségemhez. Egy éve járom ezzel az országot. A Covid után indult el ez a műsor, a Covid alatt készült, és erre reagál egy kicsit, hogy végre újra lett világ, tehát hogy kijöhettünk a életben maradtunk, és kijöhettünk a szabadba, és ez egy ilyen lecsapódása a pandémiának bennem, tehát rengeteg közélettel, privát családi történetekkel és észrevételekkel, szellemesen, természetesen. Mit tudhatunk a kezdetekről, hogyan kezdődött a Duma Színházas korszakod? Köszönöm szépen. Ezt a kérdést még sosem hallottam. Figyelj, meg lehet nézni a Google-ön. Rengetegszer válaszoltam már erre a kérdésre. Nagyon jól kezdődött 2005-ben. Tévedtem be a Duma Színházba, és most lesz 18 éve durva, és azt szoktam mondani, hogy először nézőként, majd fellépőként váltam sikeressé, mert annyira tetszettek ott az előadások, hogy fölmásztam a színpadra, hogy ilyet én is tudok, és a többi már történelem. Hogyan készülsz egy-egy előadásra? Már van egy megszokott tematikád, vagy úgy hirtelen, ami jön? Hát az nagyon amatőr lenne, ha úgy csak lejönnék, aztán ami jön, hanem van egy váz, amin egy kerete az esnek, hogy én honnan, hova szeretnék eljutni, azért azt így követem, mint egy ilyen túra útvonalat az erdőben, de persze le lehet kirándulni, meg el lehet menni improzni, meg úgyis mindig történik valami, úgyhogy nincs két ugyanolyan est, ezt tudom inkább mondani. Mi alapján döntöd el, hogy egyik este mit adsz elő, illetve a másik este mit adsz elő? Hát ezt a műsort megírtam, tehát ezt a műsort adom elő nagyjából minden este, csak változtatásokkal, mert minden nap valami más történik, vagy valaki késik, vagy elejti a mobilját, vagy bekiabál műsor közben, és akkor onnantól kezdve már is változik a felállás. Milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Humorral kapcsolatban? Ja, hát ezt csinálni, ezek a terveim, hogy maradni a színpadon, amíg élvezem, és ők is élvezik. Vannak még olyan tematikáid, vagy témáid, amit szeretnél még hasznosítani? Igen, erről majd a következő estemben mesélek. Spoiler alert. Mindent nem árulok el azért én se, hogy legyen valami, ami miatt meg is néznek. Úgyhogy köszönöm a virágot, és én ezt átadom neked. És köszöntöm a mezőtúri televízió nézőit. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!